Közeleg a reformáció napja. Minden év október 31-én arra emlékeznek, hogy a hagyomány szerint 1517-ben ezen a napon függesztette ki Lothár Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára 95 tételét. Hogy a megyében Máté Szalkán hogyan ünneplik meg idén a reformáció napját, arra is fény derül mai adásunkban. Jó estét kívánok, a 35 percet látják. Zöld hitel, új kedvezményes kamatú termék a piacon. Konferencia a pápáról Szent II. János Pál Mária pócsi látogatására emlékeztek. A reformáció napja, Máté Szalkán már több mint 30 éve emlékeznek meg róla. A hazai hiteltörténelem alig hanem legkedvezőbb lakossági felhasználású konstrukciója körvonalazódik a zöld lakáshitel bevezetésével. Az akár 70 millió forintos hitel 2,5%-os kamatozású, sőt egyes esetekben akár kamatmentes is lehet. Azért zöld, mert kizárólag az energiahatékonyság javítására lehet fordítani. Köszöntöm a stúdióban Bákány Zsoltnét, a Nyíregyházi Egyház utcai otthoncentrum irodavezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a kedves nézőket. Tisztázzuk először is, hogy miről szól ez a zöld lakáshitel, és majd egy másik hitelkonstrukcióról is beszélünk, de előbb ez a bizonyos 70 milliós zöld lakáshitel. Mi az, amit tudni kell erről? Mire lehet fordítani, és kik használhatják fel? A legfontosabb az az, hogy igazából arra hivatott, hogy azokat az épületeket, amiket ugye megszoktunk, Magyarországon az 1920-as évektől vannak olyan épületek, amik jelenleg is állnak. Na most az új építésű ingatlanokat szeretnék olyan szintre felfejleszteni, hogy ne legyen energiafogyasztásuk. Erre egyébként van is egy kötelezvény jövő év június 30-ig, hogy legyen ilyen nulla fogyasztású ingatlan, tehát hogy tudjunk ilyet létrehozni. Magyarországon az a helyzet, hogy az energiafogyasztás mintegy 40%-át a háztartások teszik ki. Tehát mindenkinek jó felfogott érdeke, hogy energiatakarékosabban tudjon élni. Ezekhez kellett lépnie valamit a kormánynak, és itt találták ki most ezt a 70 milliós hitelt, amit zöld célokra lehet, természetesen hőszivattyús fűtésre, infrapaneles fűtésre, napellemre, tehát olyan dolgokra, amivel a háznak az energiafogyasztása majd nullássá válik. A 70 milliós hitel az úgy válik egyébként 0%-os kamatozásúvá, hogyha van 2 vagy 3 gyerekünk, ugye akkor kapunk csokkot 2 millió 6-ot vagy 10 millió forintot, attól függően, hogy 2 vagy 3 gyermek van. Na most az ehhez tartozó 10, illetve 15 millió forintos hitel az, ami kamatmentes, és az a fölötti rész 2,5%-os. Ez jóval kevesebb, mint a jelenlegi csok hitel, mert ugye az 3%, illetve a feletti százalékban jön, tehát ezért kedvező a konstrukció. Bontsuk ketté az új építésű házakat, lakóépületeket és a már még meglévőket. Milyen feltétellel lehet újat, vagy mire lehet a meglévő lakásokhoz hitelt felvenni? Az újhoz csak és kizárólag ez a zöld hitel az, amit igénybe lehet venni. Nagyon szigorú feltételekkel, nyilván itt 3 gyereknél kell mondjuk egy 2 éves TB jogviszonyt leigazolni, 2-nél 180 napot kell leigazolni, nem lehet 10 évig eladni, tehát elidegenítési tilalma van, bérben nem adható. Ebben az ingatlanban életvitelszerűen benne kell élni. Tehát ezt vállalja az, aki szerződést köt a bankkal, hogy ezt így fogja lefolytatni. Viszont ha a használt ingatlanokra térünk ki, ott nem a zöld hitel, hanem az új, a napellem pályázat az, ami ugye a köznyelvben így forog, hogy napellemre lehet pályázni. Igen, tulajdonképpen ennek az a célja, hogy teljesen nulla befektetéssel az ingatlanokat korszerűbbé tegyük. Lehet pályázni napellem kiépítéseire, hőszivattyú fűtésre, való áttérésre, illetve ablakok cseréjére. Nem kell feltétlenül mindenre pályázni, mert ugye vannak olyan elemek, amik már beépítésre kerültek, gondolok itt a műanyagablakokra, lehet csak napellemre. Egyébként olyan 36 ezer társasház, ami háztartás az, amit meg fognak finanszírozni ebből a programmal, és ebből 11 ezer háztartás fogja majd a napellemet és a hőszivattyú fűtést is kapni, és 22 ezer
háztartás pedig csak a napelemre fog pénzt kapni. Hogy ki, mit és hogyan fog ebből részesülni, ez attól függ, hogy amikor a pályázatot elbírálják, a pontrendszerben ő hol áll. Tehát ez a pontrendszer, ez azt jelenti, hogy ez az egyetlen olyan pályázat, ami igazából nem gyermekfüggő. Itt lehet gyermek nélkül is pályázni, tehát akár idősebbeknek, nyugdíjasoknak is. Na most itt annyi, hogy ők ugye pontot nem kapnak a gyerek után, de hogyha valakinek van gyereke, akkor az elbírálásnál ez szerepet fog, 2-3 pontot, vagy 4 pontot fog jelenteni. Viszont a megyéket is leosztották régiókra, és itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a 3. fakba került. Ez a 3. és a 4. csoport az, amit elsősorban akar a kormány támogatni, tehát itt emiatt, hogy ebbe a kategóriába, régióba kerültünk, is plusz pontot kapunk. Tehát nagy valószínűséggel azok a pályázók, akik egyébként ebben a 3. fakban, Borsodból, vagy egyébként ők vannak velünk, meg Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye, tehát egy kicsit a hátrébb, lemaradottabb régióknak fognak nyilván segíteni, mert hogy ott van legkevésbé megvalósulva a felújítás, ezekben a régiókban van a legtöbb régi típusú ingatlan, mert ugye biztos mindenki tudja, hogy vannak ezek az energetikai tanúsítványok, amiket elkészítünk egy ingatlan eladásnál. Na most az a szomorú helyzet, hogy Magyarországon AA plusztól ugye F kategóriáig menne a skála, Magyarországon 5% esik bele az AA plusz és a B kategóriába, onnan csak lefele vannak a kategóriák, általában a D és az E kategória az, ami egyébként már egy szigetelt műanyagnyel lezárós ingatlan, muszáj korszerűsíteni. Tehát azt gondolom, hogy jó felfogott érdekünk az, hogy a jövő nemzedéknek nem egy ilyen energia pazarló ingatlant hagyjunk hátra. Kizáró ok-e, hogyha valaki már kapott mondjuk ezt a 3+3-as lakásfelújítási támogatást? Ezeknek ettől függetlennek kell lenni. Nyilván lehetnek benne átfedések, de ezt teljesen külön kell kezelni. Tehát, hogyha én felújítom most az ingatlanomat, és összegyűjtöttem a 6 millió forintról a megfelelő arányban a számlákat, akkor ott azt a pályázatot az államkincstárnak be tudom nyújtani, és ezt a pályázatot meg majd be tudom december 6-a után nyújtani, mert hogy a kettő az teljesen más. Ezt magamnak kell megfinanszírozni, és utólag jóváírja az állam, hitelkonstrukcióban finanszírozzák meg, vagy hát a napelem az papíron a teljesen nulla. Nyilván, aki úgy gondolja, tehát rengeteg cég, ahogy ez így kiderült, elkezdte a közösségi médiában reklámozni, hogy ő ezt vállalja átul a CET-ig, és ugye oda van írva, hogy ez 0 forintba kerül. Vannak olyan emberek, akik elkezdtek már e felől érdeklődni, de ugye ami még nincs elindítva, arról nagyon nehéz nyilatkozni. Az én legjobb tudomásom és utolsó információm szerint egy pályázatíróval beszéltem erről, ő azt mondta, hogy ami biztos, hogy költség lesz, de később visszaadják, az az energetikai tanúsítvány, mert ugye most is el kell lesz a jelenlegi állapotról készíteni egy tanúsítványt, és majd a felújítás, tehát a napelem felhelyezése után is el kell egy energetikai tanúsítványt készítetni, hogy a kategóriában tudjuk igazolni, hogy ez az ingatlan javult. Mennyi idő alatt kell elkészülnie a kivitelezésnek? Hát általában minden pályázat 2 évre szokta magát datálni, nem tudjuk még pontosan. Kicsit térjünk vissza a másik típusú zöld hitelre, erre a 70 milliósra. Itt ugye csak új lakások lehetnek. Itt milyen feltételekkel? Itt gyerekeket előre lehet vállalni, vagy meglévő gyerekekre járnak pontok, vagy milyen rendszerben működik ez? Tehát itt az a szerencsés, hogyha 3 gyerek megvan, mert hogy akkor ugye megkapja 10 millió forintot a csokkot, megkapja 0%-os 15 millió forintos hitelt végül is, és ugye ha volt egy ingatlan, amit eladott, akkor van önereje, tehát a 70 milliót úgyis össze tudja rakni, nem kell feltétlenül a 70 milliót kitöltenie, és nem is vagyok benne biztos, hogy itt a megyében azért 70 millióig fog egy ilyen ingatlan megvalósulni, bár lehet, mert most már azért az új építésű ingatlan árok az elég magasak, 50-60 millió körül vannak itt is a családi házak. Vállalni gyereket egyébként mindig 2 lehet előre házasoknak. Tehát ez nagyon fontos, hogy csak házasok vállalhatnak előre gyereket.
De az, amit kifejezetten az energiahatékonyságra vesznek fel hitelt, az csak arra lehet használni, vagy egyébként az egész házat felépíti abból, amit hát most ugye az, tehát én úgy gondolom, hogy a zöld ház kialakítása a cél, tehát nyilvánvalóan itt a műszaki adottságok lesznek, amire a hangsúlyt fektetik, és ezeknek kell megfelelni. Nyilván a gépészetet csak egy megépült épületbe lehet belehelyezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy párhuzamosan a kettő együtt, tehát azért az úgy elég extra lenne a 70 millió forintért csak gépészetet építenénk be. Ugye van egy adott keret, amiből gazdálkodik a kormány. Milyen rendszer szerint fognak ezek a pályázatok nyerni, vagy mennyi időt kell vajon várni, ha benyújtjuk a pályázatot? Tehát érkezési sorrendben töltik, vagy osztják ezt a bizonyos keretet, vagy csak a pontokat nézik? Tehát a zöld hitelnél mindenféleképpen az fog történni, hogy a bank elbírálja, hogy hitelképes-e az emberünk, vagy nem. A napelemes pályázatnál a keret összegig tart a finanszírozás. Ott annyi a feltétel, hogy 4,85 millió forinttól ez egy főre jutó éves kereset nem lehet több a háztartásban, tehát ezt az egyet, ezt szigorúan nézik, és polgármesterek, kormány megbízottak, és olyanok, akik ebben a pályázat elkészítésben részt vettek, nem pályázhatnak. Mikor indul a program? December 6-án nyílik elméletileg a napelemes pályázat. A zöld hitel programunk meg már elméletileg elindult, még az első fecskék nem érkeztek meg, de nyilván ennek is idő kell, a babaváróhoz is kellett egy-két hét, mire megjelentek az első vállalkozó emberek. Fokozatosan kapnak a megyék lehetőséget, vagy mindenki az egész országban egyszerre indul? Úgy tudjuk, hogy a napelemes pályázatnál, tehát ahogy mondtam, így a régiónként, tehát nem egyszerre nyílik. Vélhetően a pályázatíró elmondása szerint a december 6-ai pályázók lesznek ugye az elsők. Ugye két hétre rányíthatná a következőt, de ugye karácsonykor semmi sem, a fű sem nő, azt szokták mondani, tehát véletlenül a harmadik fakkitta január vége és a februári időszakra tehető, hogy el fog kezdődni, de nyilván ezen egy-egy rendelettel azonnal lehet változtatni, úgyhogy ebben érdemben így nem tudunk nyilatkozni. Annyit tudunk, hogy december 6-án nyílik. A zöld hitelt mennyi időre lehet fölvenni? 25 évre, tehát ugyanúgy, mint egy rendes hitelt, illetve hát már most 30 évre is vannak hitelek. Nyilván itt nagyon függ majd ugye az életkor, mert ugye a banki hitelbírálatnál nagyon fontos, hogy a visszafizetéskor hány éves lesz, aki fölveszi a hitelt. Mekkora érdeklődésre számítanak itt a megyében? Zöld hitellel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy egy kicsit így sötétben tapogatóznak még. Az építtetők már jelezték, hogy hajlandóak kivitelezni ilyen ingatlanokat. Ők is most járnak utána, hogy ezt hogyan kell úgy megcsinálni, hogy az a Magyar Nemzeti Bank feltételeinek megfeleljen. Tehát ez utána járás még. De a napelemes pályázatra nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős az érdeklődés. Ilyen szempontból nagyon el van a megye maradva, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel talán tudunk segíteni ezeknek a régi ingatlanoknak a gazdálkodásán, mert hogy ez így most elég magas. Bákány Zsoltné, köszönjük, hogy mindenről beszámolt nekünk. Én is köszönöm. Kétnapos konferenciával emlékeztek Szent II. János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatására. A Mária Pócsi eseményen többen is a pápa rendszerváltozásban betöltött szerepét emelték ki. A konferencia keretében két csont erekjét is elhelyeztek a kegytemplomban. Tavaly volt egyébként II. János Pál születésének 100. évfordulója. A Lautícia kórus család énekeivel vette kezdetét múlt hét csütörtökön az a kétnapos konferencia, amelyet Szent II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtti magyarországi látogatása emlékére rendeztek Mária Pócson. Karol Vojtilát a remény pápájának is nevezték, hiszen reménységet hozott egy nehéz időszakban, nem csak a keresztényeknek, hanem az egész világnak. A megnyitó részvevő kancellária miniszter szerint II. János Pál rámutatott arra, hogy a rendszerváltozás úgy lehet sikeres, ha az egyházak erősek és megőrzik a lelkiséget.
II. János Pál pápa pápává választása azt jelentette ennek a térségnek, hogy nem csupán a lelki megújulás szükséges, hanem hogy a rendszerváltoztatásig akkor lehet kitartani, hogyha az egyházak erősek, és hogyha egy materialista diktatúra időszakában is az ország, Közép-Európa országa és nemzetei meg tudják őrizni azt a lelkiséget, ami minden elemében szemben állt azzal, amit a kommunizmus képviselt. És ahogyan nagyon sokakat, úgy Magyarországon is sokakat érintett meg az első lengyelországi látogatása a pápának, 79-ben, amikor hiába nem indítottak vonatokat, vagy nem indítottak buszokat Lengyelországban, akár gyalog is elindultak a lengyelek, a Krakkó melletti téren több mint 4 millióan hallgatták II. János Pál pápát, és ezt követően valamennyi látogatása a rendszerváltozást megelőzően, 79 után 83-ban vagy 87-ben, és a rendszerváltozást követően 91-ben, 97-ben és 2002-ben megerősítés volt Lengyelország számára, és megerősítés volt Közép-Európa egésze számára. A pápaként II. János pápában nem csupán azt ismerte föl, hogy Közép-Európának szabadságra, Európának pedig egységre van szüksége, hanem azt is mindenki másnál korábban látta, hogy önmagában a szabadság és az európai egység nem feltétlenül vezet oda, hogy lélekben, hitben, egyházaikban megerősödik Európa. Sőt, elsőként látta át azt, amit a halálkultúrájának is nevezett, hogy a fogyasztói társadalmak is ugyanolyan veszélyesek tudnak lenni, mint amilyen veszélyes a diktatúra lehet az emberi lelkekre és az emberi személyiségre. Míg az egyik természetesen a kereteket nem korlátozza, ugyanakkor a tartalmat lerontani képes, addig a másik a kereteket is megszabja, korlátozza, a lelkiismereti szabadságot és vallásszabadságot is lábbal tiporja. Ez mindennapi élmény volt II. János Pál pápa életében, aki ne felejtsük el, hogy 21 éves korára mindent elvesztett, amit elveszíthetett. 9 évesen elvesztette édesanyját, 12 évesen elvesztette a bátyját, és 41-ben meghalt az édesapja, tehát gyakorlatilag 21 éves korára család nélkül maradt. Románia környezetvédelmi minisztere arról beszélt, a határon túli magyarok számára is nagy jelentőséggel bírt a pápa 1991-es látogatása. Mintegy 300 ezer hívővel együtt közel 100 ezer határon túli magyar is itt imádkozhatott azokban a kegyelem teljes pillanatokban. A rendszerváltást követő esztendőkben ez volt talán az egyik legnagyobb esemény számunkra, ahol jelen lehettünk. Ahogy önök is, mi is nagy élményeket éltünk meg a közösségünkben. Együtt zarándokoltak a székelyek, az erdélyi magyarok ide Máriapócsra, és a nemzet részeként itt tudtunk lenni, az egyetemes egyház tagjaiként itt tudtunk imádkozni. Böjte Csaba Ferenc egy szerzetes akkor Dézsen szolgált, és elmondása szerint saját költségén bérelt autóbuszokat, és jöttek az erdélyi magyarok ide zarándokolni Máriapócsra a többi atyával, a hívőkkel közösen, és nagy ajándéknak nevezi mai napig Böjte atya azt az eseményt, amely személyesen is részt tudott venni. Egy új kezdetnek, a naív, tiszta, eufórikus gondolatoknak a forrásaként emlékszik Böjte atya is ezekre a pillanatokra. A pápa látogatás ezért nem csak egyházi esemény volt. Vitathatatlan a társadalmi, a történelmi és a kulturális jelentősége is. Azokban a napokban, azokban az években az ilyen események hídat képeztek, nem csak egyházi és felekezeti szempontból, hanem világi szempontból is, és a nemzet részeket összekötő hídak épültek újra azokban a pillanatokban. Lengyelország budapesti nagykövete azt emelte ki, nagy szerepe volt II. János Pálnak a rendszerváltásban. Amikor 30 évvel ezelőtt itt Máriapócson járt a figyelembe lehet venni, hogy pontosan 10 év a borzalmas merénylet után, akkor már született ez az új Európa, új Közép-Európa. Én nagyon örülök annak, hogy a mai nehéz időben
a kereszténységnek, európai kereszténységnek is, kereszténység számára is nehéz napokban. Magyarországon olyan szép élénk a II. János Pál kultusz, amelynek most már politikai dimenziója is van. Az egyházügyi államtitkár szavai szerint egy nagy ember emlékének megőrzése feladatokkal is jár. Az első, nem is kérdés, ki kell állnunk kereszténységünkért. Ha nem tesszük, más nem fogja megtenni. A második, hogy össze kell fogni mindenféle keresztény felekedetben lévő testvérekkel, mindenkivel. És ő ennek példáját adta, emlékezzünk vissza, hogy ugyanez a pápa látogatás például református testvéreknél mekkora nagy változást indított el Debrecenben, és a mekkora nagy örömet okozott az ottani beszédével és köszöntésével. És hogyha mindezt meg tudjuk tartani, akkor katolikus, római és görög, református testvérek, ortodox testvérek és más felekezetű keresztények, ha összefogunk, erősebbek leszünk, mint mások. Harmadsorban pedig össze kell fogni különböző nemzeteknek, és főleg itt Közép- és Kelet-Európában élő nemzeteknek. Ő személy szerint mondta, hogy a kereszténységnek a változása, nyugatnak a változása keletről fog jönni. Ezt sem értettük akkor. Mindannyian még akkor is nyugatra néztünk, azt hittük, hogy nem csak a jómód, nem csak a szabadságban vannak előttünk, hanem magában a keresztény hitnek közvetítésében is azt hittük, hogy az ottani püspökeink, papjaink, lelkészeink előttünk járnak. Most már látjuk, hol járnak. Éppen ezért igenis különböző felekezeteknek össze kell fogni. A görög katolikus érsek metropolita az eseményen beszámolt arról, hogy a közelmúltban két mozaikkal bővült a két templom. Boldog Romzsa Tódor és Boldog Gojdics Pál vértanú püspököknek a mozaikját helyeztük el, egy albán ikonfestő mesternek a keze munkája, aki azóta már elköltözött, magához szólította az Úr, és ez a két munka volt az ő életművének az utolsó két alkotása. És a mai napon pedig a két mozaik előtt fogjuk elhelyezni azt az két erekjét, amelyet az itt jelenlévő metropolita és püspök atyáktól kaptunk. Nagyon szépen köszönöm Jan Babják metropolita atyának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta Boldog Gojdics Pál vértanú püspök csont erekjéjét, és hasonlóképpen a Munkácsi Egyházmegye jelenlegi exarchája, Nílus püspök pedig Romzsa Tódor csont erekjéjét adományozta nekünk. Ez a két becses ajándék, tehát a két erekje ma a vecsernyében kerül a mozaikok elé, és ettől kezdve itt maradnak velünk. Tudjuk, hogy az erekje nálunk a katolikus egyházban és az ortodox egyházban szintén a Szent valóságos jelenlétét hozza, hiszen földi maradványai, akik hordozták az ő életszentséget megvalósító életét, most itt vannak, és kapcsolatban vannak az ő mennyei testükkel. A konferencián elhangzott Mária Pucs nevét sokan a pápa látogatása kapcsán ismerték meg. Tavaly volt egyébként Szent II. János Pál születésének 100. évfordulója, de kultusza máig virágzik. Idén már 33. alkalommal rendezi meg a Reformáció Emléknapja című programját a Reformátusok Szatmárért Egyesület. A szerdai Máté Szalkai eseményen az istentiszteletet követően emlékplakettet is átadnak. Köszöntöm a stúdióban Fülöp Istvánt, az Egyesület elnökét. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Ez lesz tehát a 33. ünnepsége az Egyesületnek. Ez azt jelenti, hogy 33 éve alakult az Egyesület? Nem, az Egyesület 10 esztendeje 2011-ben. Hát érdekes története van a Máté Szalkai reformációnak, ugye az van odaírva, hogy 33. reformáció, 504. reformáció, hát 1517. október 31-én történt ez a jeles esemény Wittenbergben.
Luther Márton 95 tézisével kezdődött. 2017-ben volt az a nagy ünnepség sorozat, amivel a reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük szerte a világon, így Magyarországon is, de mi Máté Szalkán 89 óta tartjuk meg városünnepségként. Zárt körben, istentiszteleteken az egyházok, a református, evangélikus, protestáns egyházok óvatosan természetesen, de a szocializmus alatt is megemlékeztek, de a szocializmusban nyilvánosan művelődési házban ez elképzelhetetlen volt, és 89-ben mi a Máté Szalki Művelődési Otthon Színház termében tartottuk meg az első ilyen jelesebb város előtt megtartható ünnepségünk. Mennyire jelentős a református gyülekezet Máté Szalkán, illetve a környékén? Hát kezdjem azzal, hogy Máté Szalka Szatmár vármegyéhez tartozik. Sajnos egy szomorú eseményt követően, Trianon követően Csonka Szatmárnak megye székhelye is volt. Szatmár vármegye inkább református. Tehát hamar jelentkezett a reformáció, hiszen szatmári településeken, Csenger, Óvári, zsinatokon már a reformáció kezdte kibontogatni a szárnyait. Persze ez még abban az időben nem vált élesen ketté, hogy evangélikus, református, luteri, kávin irányzat. Pontosan ezeken a zsinatokon fogalmazódtak meg bizonyos dogmatikai tételek, amely kristályosabbá tette ki, tisztította, hogy akkor mi az, ami a kávin irányzat, mi az, ami a luteri irányzat, és a mi megyénk, Szatmár megye, ebben élen járt. Mi lehet a reformáció mai üzenete? Én azt hiszem, hogy a reformáció nem egy befejezett dolog. Minden nap, mindig meg kell reformálódnunk. Felekezetektől függetlenül, vagy akár attól függetlenül, hogy hiszek vagy nem hiszek. Mindig át kell gondolnunk az életünket, vagy át kellene gondolnunk. A múltan nem rágódni kell, de annyiban figyelembe kell venni, hogy a jövőben azokat a hibákat ne kövessük el. És a reformáció természetesen keresztényi szemmel erre figyelmeztet, hogy gondoljuk újra, mi az, amit hibásan tettem. Mi az, amivel jobbá tehetem az életemet? Ha az életemet jobbá teszem, akkor a szűkebb környezetem életére milyen hatást tudok ezáltal gyakorolni? Családomra, munkahelyemre, településemre, ahol élek. Hogy tudom jobbá tenni úgy, hogy életképesebb vagy élhetőbb települést, vagy élhetőbb legyen az a környezet, amiben élek. Én azt hiszem, hogy a reformációnak ez az üzenete mindannyiunk számára megvan. És ilyenkor nagyon fontos egyszer egyik alkalommal, talán Tőkés püspök úr, tele volt a színház, sokan, 400-an is, vagy többen is voltunk, és mondta, hogy na, nyújtsa fel a kezét a református, illetve a katolikus. Hát csodák csodájára a gyülekezet fele katolikus volt. És én azt hiszem, hogy ez a reformáció hatással volt a katolikus testvérekre is, és ma nem is érzem azt a különbséget, amit pár száz évvel ezelőtt érezni lehetett, hiszen fontosabb dolgok vannak, mint sem az, hogy mi az, ami elválaszt, de ezek már nem is választanak el bennünket, hiszen egy csomó dologban hasonlóan látjuk a világot. Magunk a katolikus testvérek is ugyanúgy eljönnek, igénylik azt, hogy velünk együtt ünnepeljenek, és ez nagyon jó esőjezés. Megosztja, vagy inkább erősíti a keresztény szellemiséget összességében? Én úgy érzem, hogy erősíti. Semmiféleképpen nem osztja meg. Ha vannak olyan szándékok, akkor az negatív üzenettel bírnak, de ez nem jön át. Az emberek, én soha nem hallottam egy katolikus testvértől sem, hogy ne csináld. Én magam a munkám során úgymond ökumenikus vagyok, hiszen nem tehetem meg, hogy egy munkahelyen a reformátusságot hirdetem fennhangon.
A kereszténységemet azt néha szoktam emlegetni, mert ugyan bűnös emberként én azt hiszem, hogy azt, hogy hova tartozunk, mint a magyarságunkat is néha meg kell vallanunk egy-egy március 15-én, október 23-án, ugyanúgy a kereszténységünket is egy-egy alkalommal meg kell vallanunk. Ilyen alkalmak azok a közös ünnepek, mint a karácsony, vagy a húsvét, vagy a pünköst, vagy a reformátusok, vagy a protestánsok számára október 31-e. És a halottak napja ezt követően. Hogyan ünnepli idén a Reformátusok Szatmárért Egyesület ezt az ünnepet? Hát ugye október 31-a a reformáció, november 1-je a Mindenszentek, november 2-a a halottak napja. Ez ma már a reformátusoknál is majdnem összemosódik. Elkezdjük a temetőbe járást már október 31-én, november 1-én, 2-án, ki mikor ér rá. Hasonlóan, mint minden keresztény felekezet, családban elmegyünk a szeretteink sírjához. Persze ugye mi október 31-én megtartjuk ezt az ünnepet, ez egy közösségi. Az egyházak azért szoktak a temetőbe kimenni, vagy külön a református, katolikus, de nagyon sok helyen együtt szoktak. Maga az egyesületi ünnepség az mikor lesz, és milyen szerkezet? Hát ugye október 31-én mindig püspök urak a központi reformáció rendezvényen vannak, ezért püspök úrhoz szoktunk igazodni. Fekete Károly püspök úr jelezte, hogy 27-én tud eljönni, de ez számunkra alkalmas időnek tűnt, tehát szerdán október 21-én 16 órától délután 4 órakor találkozunk Máté Szalkán, a Kálvin téren, a Kálvin szobornál, mert nekünk van egy Kálvin szobrunk is, ami Közép-Európa első élő nagyságú Kálvin szobra. Ezt 1999-ben avattuk Bíró Lajos szobrászművész alkotása, majd egy esztendőre rá adták át Budapesten Búza Barnának a Kálvin szobrát, és nem régen Sepsiszentgyörgyön avattak egy Kálvin szobrot, úgyhogy erről a három Kálvin szoborról tudok így a Kárpát-medencében vagy Közép-Európában. Én azt hiszem, hogy Máté Szalka büszkén mondhatja, hogy mint keresztény település a fényvárosa, hogy az első Kálvin szobrot mi emeltük. Áldott ünneplést kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Áldott ünnepeket, viszonthallásra, viszontlátásra! Kedves nézőink, 35 perc című műsorunkkal legközelebb szerdán ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Szó lesz benne a jövő nyáron életbe lépő fogyasztóvédelmi változásokról, a múlt héten Szakolyban átadott logisztikai központról, valamint azt a nyíregyházi tanárt is vendégül látjuk stúdiumban, akit nemrég a digitális oktatás nagykövetének választottak meg. Nézzenek bennünket aznap is, mára köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!